rendezvényünkön. Én Rózsa Tamás vagyok, a Horthy Szerviz Kft. Képviseletében. És tényleg megkezdenénk akkor ezt a mai szakmai, szabócás szakmai napunkat. Ez a mi cégünk életében már talán az ötödik ilyen alkalom, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szezon előtt információt tudjunk egymással cserélni, fel tudjon mindenki készülni az idei szezonra. És a mai programot is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az önök látóköre az a legszélesebb körben tudjon kiterjedni, és nem is csak magyar, hanem külföldi, olaszországi és spanyolországi előadókkal is készültünk a mai napra. Röviden szeretném vázolni, hogy hogyan épülne fel a mai rendezvényünk. Három blokkra fog oszlani, összesen 9 előadást fognak hallani, úgyhogy egy igen feszes, ütemtervű és sűrű program elé nézünk. A délelőtti blokk 3 előadással fog megtelni. Tóth Babis Dorina és két olasz kollégája, Michele és Diego fog majd beszélni. Dorina részben a palánta értékesítéséről, illetve a fajtáról, az olasz kollégák pedig a szamóca termesztés aktuális kihívásairól és azok megoldásairól fognak majd szót ejteni. A délelőtti blokk zárásaképp én fogok majd beszélni a környezeti stressz káros hatásainak csökkentéséről. Ezután délben szeretnénk önöket megvendégelni egy szendvics ebédre. Ez egy ilyen 25-30 perces szünettel fog majd járulni. És a szünet után Páska Norbert fog a Granit Parc képviseletében kertészeti eszközökről, alkatrészekről, pótalkatrészekről, azok beszerzési lehetőségeiről beszélni. Utána sajnos a következő előadónk Lóránt János, a Hello Nature képviselője, technikai munkatársa nem tud itt lenni velünk a mai napon, úgyhogy az ő gondolatait majd én fogom tolmácsolni. Biostimulátorok témakörében utána fog Kaponyás Ilona, szaktanácsadó a tápanyagvisszapótlásról szót ejteni. Utána megint tartunk egy ilyen szusszanásnyi szünetet az utolsó blokk előtt, amikor is majd Megyeri Tibor fog a termesztőberendezésekről, illetve az ezekkel kapcsolatos pályázati lehetőségekről szót ejteni. Őt követően Vicente Inguez, egy spanyolországi független szaktanácsadó fog a szamóca növény élettanáról beszélni, és a mai napunk zárásaképp pedig Forrai Alfréd fog majd a biológiai védekezés lehetőségeiről beszélni. De azt kívánom mindenkinek, hogy töltsék hasznosan ezt a mai napot. Minden blokk végén, illetve a szünetekben lesz majd lehetőség kérdezni ezen a doktól. Köszönöm szépen, és akkor ezzel szeretném is Tóth Babis Dorinát bemutatni és felvezetni, és tudom megkérni is, hogy tartsa meg az előadását.